A tudományt és a művészetet ünnepelték a Nyíregyházi Egyetemen kedden. Az idei rendezvény mottója a határtalan tudomány volt. Erről beszélt köszöntőjében is az intézmény megbízott általános rektor helyettese. Határtalan kitartás, határtalan hit és határtalan, sokszor határtalan próbálkozás szükséges ahhoz, hogy a tudomány az megszülessen, és a kutatásból tudomány legyen. Határtalan a tudomány a tekintetben is, hogy ma már nem csak klasszikus tudományterületekről beszélhetünk, hiszen a klasszikus tudományterületek, mint a matematika, vagy a fizika, vagy bármely más természettudományi ágak, ugye sok-sok ezer évvel ezelőtt már megszülettek, kialakultak, ma viszont új tudományágak születnek. Ez pedig annak köszönhető, hogy a tudományterületek közötti határok elmosódnak, összeolvadnak, tehát valóban határtalanná válik a tudomány e tekintetben is. Radó Péter oktatáskutató a tavaly megjelent könyvéből idézett gondolatébresztő elképzeléseket. Előadását azzal kezdte, mennyire nem hatékony az a fajta frontális, hagyományos oktatás, amit ma az iskolákban alkalmaznak. A tanár-diák kommunikáció teljesen kiszorítja ez a forma, és a tanulók között sincs párbeszéd. Egyre inkább nyitni kellene a differenciált osztályterem elmélet irányába, amelyben a diákok is aktív résztvevői az órának. Ma már pontosan tudjuk, hogy a gyerekek elsöpröntött többsége egy ilyen osztályteremben szinte semmit nem tanul. Mindaz, amit mi tudunk a tanulásról, ami nagyjából nagyon röviden összefoglalva arról szól, hogy a gyerek nem ismereteket biflázik be, a gyerek saját maga konstruálja a saját tudását, ehhez viszont aktív tanulásra lenne szükség, arra lenne szükség, hogy azok, akik részt vesznek a tanulási folyamatban, azok aktívan bekapcsolódjanak ebbe a tevékenységbe. Ezért van az, hogy már évtizedek óta megpróbáljuk újra kitalálni az osztálytermet, megpróbáljuk újra kitalálni a pedagógiát. Az, amit manapság jó pedagógiának nevezünk, azt úgy hívják, hogy differenciált pedagógia. Egy olyan osztályteremről van szó, ahol a multilaterális kommunikáció zajlik, mindenki mindenkivel együttműködik, ahol változatos tevékenységformák uralkodnak. Radó Péter arról is beszélt, az iskolának és az oktatásnak is személyre szabottá kell válnia a jövőben. Véleménye szerint egy kisebb fajta oktatási forradalomra van szükség. Ennek két lépcsője is van. Első körben újra kell értékelni a célokat, arra kell tanítani a diákokat, hogy képesek legyenek a változásra és alkalmazkodásra. Az adaptív képességeket kell fejleszteni, ilyen például a kreativitás és a probléma megoldó képesség. A másik lépcsőfok, hogy vannak globális munkaerőpiaci belépési feltételek, amelyeket el kell sajátítani, ezt akár küszöbb kompetenciáknak is nevezhetjük. Ide tartozik, hogy mindenkinek tudni kell angolul, ez legyen az első idegen nyelv, amit elsajátít a diák. Fontos a digitális kompetenciák fejlesztése, valamint az interkulturális kommunikáció, hangzott el az oktatáskutató előadásában.